Sziasztok! Na jó, akkor most mindjárt azzal is kezdeném, hogy itt némi átbaszás lesz, mivel egy olyan klasszikus fogok nektek a csatorna második szülinapja alkalmából bemutatni, ami igazából csak nekem klasszikus, mivel én csináltam. Az előző Rapid videóban már pedzegettem, hogy volt egy RPG Makeres vizsgamunkajátékom, és hát most le is leplezem ezt a furcsa szörnyet, amiben a magyar film alap előtti állami filmtámogatási rendszert és filmes egyetemi képzést ágyaztam egy Pokémon-szerű másfél órás sztoriba. Igen, fura. Igazából nekem is az volt pláne, hogy 8-10 éve próbáltam utoljára, de várjatok, mindjárt elmagyarázom, mi a rossz sebez. Na, szóval az van, hogy elég hosszú bevezető kell ahhoz, hogy az egészet kicsit érthetővé tegyem, így fel kell libbentenem a fájtlat, múltam egy nagyobb darabjáról, az egyetemről, meg hát egy kicsit előbbről, meg úgy a témáról. Szóval, akit a játék érdekel, csak ugorjon egyenesen erre a timestampre. Előre, Oliver! Ginevráért! Ne arra, te ökör! Hátra! Én egyetem előtt természetesen mindent akartam egyszerre csinálni. Játékokat, filmeket, képregényt, zenét, animálni, aztán végül szakmailag ezutóbbinál kötöttem ki, de az út jóval kanyargósabb volt ennél. A MOME nevezetű műintézmény ugyanis elsőre sajnos nem kívánt felvenni sorai közé, a filmművészetivel meg a legendás híre miatt nem ismertem próbálkozni, szóval végül a sorban következő ELTE bölcsészkar filmszakán kötöttem ki, ahol óriási szerencsémre nem csupán egy elméleti, de egy alapszintű gyakorlati képzéssel, valamint egy remek társasággal lettem gazdagabb. Áldani fogsz még, hogy ilyen jó helyre szereztelek be. Csak ugyan áldalak, hogy a mentő égetne egy leveles tulágastú. Ami mindezt megelőzte, az a mesterszakos diploma munka volt, és hát ennek a munkának nem igazán voltak szorosak a megkötései, így történt az, hogy én végül a többiek rövid filmjeivel ellentétben játékot csináltam, és hogy azért ne szarjam telibe teljesen, hogy igazából egy filmszakon vagyok, kerestem egy éppen aktuális, epikus sztorit, ami amúgy államvizsgatétel is volt, szóval így kapóra jött. Egyébként rájöttem. Az a lényeg, hogy ne úgy kezdem, mint hogyha bemennél egy felvételére, vagy mint hogyha érettségiznél, hanem mint hogyha egy játékra mennél be, mint hogyha műveltségi vetélkedőre. És ha így fogod fel, akkor teljesen sima az egész. Ez pedig nem volt más, mint a megboldogult Andy Vajna előtti, éppen a szemünk láttára romokba hulló állami filmfinanszírozási intézményrendszer esete, ami miatt kismillió ígéretes magyar filmterv bukott be, vagy hát került parkolópályára. A rendszerváltás után ugyanis létrejött egy a filmkészítők által legjobb tudásom szerint alulról szervezett, aféle szakszervezeti jellegű állami pénzosztó szerv, az MMK, aminek pont ugyanazok voltak az előnyei, mint a hátrányai. Művészek alkották, és haveri alapú volt, és ezzel azt hiszem mindent elmondtam az egészről. Én értelek. Látom, megérintett a politika. Na ebbe ennél tovább nagyon nem szeretnék belemenni, a játék sztoria minden esetre nagyjából ezt a rendszert és annak megszűnését öleli fel, méghozzá egy Pokémon-szerűnek szánt alternatív világban, ahol igazából minden a filmekről szól. De nem ugyanúgy, ahogy megszoktuk, mivel a filmek itt valójában nem is filmek, hanem különböző szörnyecskék, vagyis filmlidércek, amik különböző módokon fejlesztve, speckó trükköket megtanulva képesek az emberekből különböző érzelmeket kiváltani és hatással lenni rájuk. Persze, ahogy egy valódi film esetében, úgy filmünk itt is eleinte csak egy film ötlet, amiből fokozatosan fejlesztéssel érhetünk el egy forgatókönyv, valamint egy kifejlett film szintű lidércet. Az a te bajod, hogy sokat voltál vidéken. Nem fejlődött ki az agyad. Ennek módja a szokásos JRPG-hez méltóan természetesen a harc, ami itt valójában aféle szócsatát jelent, és különböző körülmények között meg kell védenünk az aprócska filmünket a különböző rosszmájú ismerősökkel, befektetőkkel, kuratóriumi tagokkal és még egy rakat kötözködő egyeddel szemben, méghozzá úgy, hogy különböző filmeladási technikákat vetünk be. Az alaptámadásunk a nem sokat érő üres duma, de a speciális képességek között kezdettől megtaláljuk a pitch, azaz ötletet eladó rövid prezentáció és a nagyot mondás képességeit, de ezeket idővel kiegészíthetjük a különböző iskolák különböző tanáraitól pénzért megvásárolható képességekkel. Miből következtetett arra, hogy képes így vezetni? Nem vagyok képes.
Viszont nem csak mi magunk, hanem Firlidércünk is részt vesz a csatákban, akit szintén megtaníthatunk egy rakás képességre, ezek azonban olyan feature-ök, amik arra valók, hogy a film önmagát adja el. Adhatunk például a filmünknek frappáns párbeszédeket, megható zenét, CGI hatásokat, de akár IMAX megoldásokat is, amikkel aztán jól meg lehet győzni mindenkit mindenről, ám ezek csak jóval később eltanulható trükkök, a film ötlet szintjén ezek még nyilván nem állnak rendelkezésre. Na de persze film ötleteket nem lehet csak úgy találni, az ötletek egyszerűen csak úgy megjelennek. És hát így történik ez a játék elején kiválasztható nevű és nemű hősünkkel is, aki a filmidézők falujában éldegél, és mindjárt a sztori elején álmából felébredve támad egy igazi zseniális film ötlete. Mi ez? Egy fehér repülő farkaskölyök. Persze aztán őt is elnevezhetjük, és mindjárt a csapatunk részévé is válik. Aztán, ahogy kilépünk a házból, egy furcsa öregember terem előttünk, és mindenféle zavaros félmondatokkal meg ómenekkel terrorizál minket, majd elteleportál a picsába. Egyelőre persze még nem tudjuk ki ő, ám a játék végéig még számos alkalommal előkerül, hogy aztán váratlan megjelenését némi vészmadárkodással megtoldva őrületbe kergesse hősünket. Na de vissza a sztorihoz, amit most szokásomtól eltérően egyébként végig fogok mesélni, hiszen mégiscsak egy másfél órás játékról beszélünk. A játék készítésének éve azt hiszem 2011, így ez alapján, meg persze az alapján is, hogy eddigre mocsok nagy bölcsésznőrt lettem, és megnéztem Tarbéla majdnem minden filmjét, igen, a 7 órás sátántanút is, azt főleg. Szóval talán nem meglepő, hogy filmötletünk megjelenése után első utunk egyenesen a kocsmába visz, méghozzá Avatar Béla bácsihoz. Túltoltuk! Emberek! Álljunk meg! Túltoltuk! Aki aztán lelkesen is fogad, és biztatóan az MMK-ba irányít minket, hogy ott állami támogatást szerezzünk patent kis filmötletünkhöz. Ám mielőtt elindulunk hatalmas küldetésünkre, azért érdemes szétnézni a faluban is, hisz elrejtve felvonul itt a magyar mozgókép színe java. A temetőbe látogatva például minden sírkön más klasszikus magyar filmhever idézettel, a falu központban 500 forintért megcsodálhatjuk egy igazi horror filmvidérc ijesztő, de a helyi manát lefedő kreativitást serkentő előadását, vagy akár Kovinál, a Kovácsnál is feltöltődhetünk. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Azért vigyázzunk, mert még itt a faluban is ránk törhet a két legalapabb ellenfél, a rossz májú ismerős, aki nem tartja sokra nagyszerű ötletünket, valamint minden kreatív munka ősi ellensége, a lustaság démon. Na, mindezt megtekintve, sokat nem is teketóriázunk, tovább is indulhatunk epikus küldetésünkön. El is baktatunk, majd baktatás által megérkezünk az MMK-hoz, ahonnan aztán jól tovább is irányítanak a filmirodába, hiszen támogatás előtt regisztráció is szükséges. Mint az közismert. A filmirodában viszont annak rendje és módja szerint alaposan körberöhögnek gyermeteg lelkesedésünkkel és csenevész kidolgozottságú filmötletünkkel, majd kinyilvánítják a minimum 10. forgatókönyv szintű filmidérc és az 5000 forintos regisztrációs díj meglétének fájdalmas tényét. Hát, mit van mit tenni, elpanaszoljuk bánatunkat Avatar Béla bának, aki menten el is küld minket a faluban a filmművészetire, hogy tanuljunk már valamit, meg fejlesszük azért ezt a kis filmötletet. Csak hogy jön is a következő pofon, az egyetemen biza felvételizni kell, méghozzá a filmművészetén ez nem egy egyszerű dolog, így megint csak annak rendje és módja szerint jól körberögi a felvételi bizottság a lelkes amatőrt. Hősünk némileg elkámpicsorodik ettől, egészen annyira, hogy még az eső is elered, ám mielőtt eret vágnánk, csatlakozik csapatunkba a szomszéd lány, Alice, aki lelkesedésével képes új életet lehelni a projektbe. Megoldjuk! Már legyen hasfájás! Erőtséget! Ennek megfelelően az ő feladata a csapatban elsősorban a gyógyítás, vagyis itteni viszonyok közt a kitartás és kreativitás erősítése, a lelkesítés, ami egyébként jól is fog jönni, hogy kiváltsuk az addig felhasznált ilyen pósünként szolgáló energiaitalt, giroszt, nagy fröccsöt és gombát? Oké, ehhez nem tudok hozzászólni, mindegy. Minden esetre a hatalmas tragédia közepén hírét vesszük, hogy a filmművészeti mellett a sötét mágiában utazó, a filmeket szétszincáló kritikusok egyetemén is felszedhetünk némi tudást, hogy filmlidércünk előrébb jusson, így minden szabálya szembe menve, lelkes csapatunk az eltére veszi az irányt. Hát nem vittem túlzásba az analógiákat. Itt mindjárt szembe is találkozunk Karesszel, aki a sötét mágiák alapszintű tudora, hisz csak MA képzésre jött, BA-ja már van. Aha,
igen, a beászítő tudás is egy szócsatában speciálisan bevethető skill, ami által idővel akár az összes karakterünket felzárkóztathatjuk fizetős egyetemi képzésekkel, hisz az ELTE-n rengeteg tanártól tanulhatunk. A sima BA és MA képzés mellett szert tehetünk Karesz számára a kritikusok összes titkos tudományára, mint a szétszincálásra, vérszívásra vagy akár az olyan támadásokra, mint például a hát ez unalmas. De a rajongás tanszéken Alíz is tanulhat egyet s mást, amivel tovább lelkesítheti csapatunkat. Csapat! Jó lesz, fiúk! Edevácsóan kis papírforgókat nem kellene osztanunk, tavaly olyat is kaptak. Na aztán Karesztól tudjuk meg, hogy onnan is szerezhetnénk pénzt és tapasztalatot, így következő utunk a finanszírozók aranybányáiba visz. Itt üldögélnek ugyanis a végtelen sok aranyon a befektetők, illetve a kicsit még izmosabb és vastagabb bukszájú külföldi befektetők, akik meggyőzése által temérdek lóvéra és tapasztalatra tehetünk szert. Ezen a ponton igazából már valószínűleg bőven elegendő státuszunk lesz a filmirodához, ahol most már szinte tárt karokkal fogadnak a leadott 5000 lóvé fejében. Az jó sok pénz? Igen, az jó sok. Mi is ennyire gondoltunk, úgy nagyjából. Csak hogy ekkor még előttünk áll az ügyintézés labirintusszerű káosza, aminek során egy igazi ügyintézésnek megfelelően fel le kell rohangálnunk szobáról szobára a szükséges nyomtatványokért, pecsétekért, aláírásokért, meg ami még ilyen helyeken általában kelleni szokott az exakt nyomtatvány kitöltés érdekében. Útközben pedig ráadásul szembe kell szállnunk a bürokrácia védelmi erőivel, az ügyintézőkkel is. Még egy apró boss fight is utunkat állja az irodavezetővel, így őt legyőzve és a szent regisztrációt lapot megszerezve, már mehetünk is az MMK palotájába pályázni. Jöjjön közelebb, Safranek. Csak hogy ekkor váratlan fordulat áll be, Karesznak egyszer csak támad egy film ötlete. Sajnos nem tart sokáig az öröm, a féltékeny barátnál ugyanis kibukik, hogy maga sem elégszik meg a kritikusok sötét tudásával, hanem maga is filmidéző szeretne lenni, így ő mostantól kiszáll és saját pecsenyéért sütögeti majd. Hát ez szomorú. Kivakarlak a geciből, ugye? Idehozlak, akkor fűt fát ígérsz, igaz? Kivakartalak a geciből, vagy nem vakartalak ki? Kár értett Karesz, igazából sosem látunk többé, mert a játékot trilógiának terveztem, és több rész sosem készült. Na mindegy. Na és akkor most őszinte leszek, ezen a ponton már nagyon közel volt a leadási határidő ahhoz, hogy a poénok már kissé megritkuljanak, és játékmenetben is innentől kezdve jobbára dungeon kellett járnunk. Első körben egy kisebb helyiségben kell meghúzni két kapcsolót, hogy kitáruljon a kurátorok barlangjának ajtaja, útközben pedig meg annyi kurátorral is meg kell küzdenünk, hogy aztán egy rövidke boss fightba bonyolódjunk egy valódi kuratóriumi taggal. Ezt követően 6, vagyis jobban mondva 7,5 boss fight követi majd egymást. A kuratóriumi tagok fészkében ugyanis csak úgy juthatunk előre, ha egyenként legyőzzük mindegyik kuratóriumi tagot, ami egy-egy boss fight, és így nyithatjuk meg a hidakat a kuratórium elnökének irodájába. Éppen őt keresem. És milyen ügyben? Meg szeretném ölni. Természetesen szigorúan lovagias küzdelemben. És meg van beszélve a dolog? Még egyébként innen is van lehetőségünk townportálozni, de ha őszinte akarok lenni, némi RPG ismerettel ekkora már olyan izmosak leszünk, hogy a dolog totálisan felesleges lesz. Kuratórium elnökét konkrétan lenyomni 15. szint környékén már nem egy nagy etvász, pláne hogy két kis segítőjét teljesen figyelmen kívül is hagyhatjuk, így hamar elérhetjük a RPG-kben megszokott This is even my final form story ponthoz, mikor is kibújik a szög a zsákból és kiderül, hogy az elnök maga egy korrupt démon. Csak miért nem kaptad el? Hát megpróbáltam elkapni, ma a markomba volt. Te észrevett, ez olyan, mint egy ördög, bazd meg, hátul is van neki szeme. Ennyi. Még szerencse, hogy ekkor a semmiből megjelenik a játék eleje óta ott kísértő öregember, akiről kiderül, hogy a régi ismerős az elnöknek, a démoni entitás tette tönkre a filmidézői karrierjét. Jézusom! Na, így aztán egy csata erejéig csatlakozik is hozzánk a harcban, hogy segítségével végül mégiscsak megszerezzük azt az állami támogatást. Jihá! The end. Ja nem. Epilógus. Látom, nem hisznek a szemüknek. Pedig igaz?
és akkor itt jön be a képbe a videó elején vázolt korabeli áldatlan állapot. Szóval csendben beköszöntött a tél, hősünk várja-várja a támogatását, de az rohadtul nem jön. Bánatában Béla bához látogat, aki szomorúan közli a tényt, az MMK-nak vége. A képernyő fekete-fehérre vált, és az összedőlt MMK palota képére szomorúan ráúszik Tar Béla Werkmeister Harmóniák című filmjének gyönyörű témája, a Valuska. Amit amúgy a játék szinte minden zenéjével együtt a csatornám főcímét is jegyző Gáspár Vince barátom készített, pontosabban a Valuska esetében midisített, JRPG-sített formában feldolgozott. Ha valakit érdekel, itt alul majd letölthetővé teszem, ahogy egyébként magát a játékot is, bár őszintén megmondom, ha most mai kritikus szemmel megnézem, azaz némi önkritikával élek, azért ez egy elég erőltetett kis történet, ami nem kicsit Schreiber hozzáállásról és jó sok kapkodásról árulkodik. Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a miénk. Nekem igazából nagyon vicces volt ezt így most 8 év távlatából újra elővenni, mert hát már nagyon kevés dologra emlékeztem belőle, de ez a játék összességében egy ilyen kellemes emlékként fog megmaradni minden bénasága ellenére is. Igazából mindig is játékot akartam csinálni, és mindig próbálkoztam is ezzel, de úgy érzem ez sikerült eddig a legnagyszabásúbbra, és engem is meglepett, hogy olyan emberek is megtalálták a neten, akiket amúgy nem is ismertem, és nem azért játszották, mert jófejek akartak velem lenni. Remélem, hogy ezzel a mostani bemutatóval meg egy kicsit betekintést sikerült nyernetek a hátterembe és állandó megalomán terveimbe, ami épp így jellemző erre a csatornára is, mert hát még mindig milliónyi videó ötletem van, ráadásul egyszerre párhuzamosan többen is dolgozom, de mostanában sajnos már kevesebb a szabadidőm, és a szabadidőmben meg az energiám, hogy még nekiálljak vágni is. Na de reméljük nem áll a lendület teljesen, és fogom még tudni csinálni ezt a csatornát, úgyhogy ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki akár csak egy videót is megnézett tőlem, vagy nyomott egy lájkot, azon keveseknek meg különösen, akik 2 éve lelkesen követnek és támogatnak, biztatnak. Tényleg nagyon köszönöm mindenkinek ezt a 2 évet, tartsatok velem továbbra is. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel, vagy csak nézz szét a csatornámon.